Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M-Store csatornáján, az én nevem Zsolt. Mint ahogy tudjátok, ez a csatorna xiaomi illetve az ehhez tartozó partner cégekkel, illetve ezeknek a termékeivel foglalkozik, legyen az mondjuk az Oclean, a Yeelight, az Imilab, e a Seventy vagy éppen az Ömé Suite, Halo, Ninebot, Segway, Szóval az okos fogkeféktől kezdve a robotporszívókon át egészen a különböző eretomos rollerekig mindent igyekszünk bemutatni, ami a Xiaomihoz köthető. Ám egy rendkívül érdekes dolgot vettünk észre, hogy nagyon sokan a Redmi-t összekeverik a Realme-vel, vagy egyszerűen csak a Realme-t keresik a Xiaomi voltokban, holott a két márkának lényegében semmi köze nincs egymáshoz, különálló brendekről beszélünk. Igen, nem, de termékportfólió kapcsán azért igencsak nagy párhuzam vehető észre a két márka, vagy a több más ökoszisztémába tartozó márka, illetve a Realme között, hiszen ugyanúgy megtalálható a különböző Otthoni biztonsági kamerák, okosizzók, légtisztítók vagy éppen telefonok is a Realme-nek a kínálatában, amelyek azért bőven említést érdemelnek, és mivel sokan kerestétek a Realme termékeket, illetve hasonló is maga a termékfelhozatal, azt a döntést hozta az m -Store, azt a döntést hoztuk, hogy innentől kezdve kivételt teszünk, és a Xiaomi, illetve a partner cégekhez kötető termékek mellett immár a Realme termékeket is megtalálhatjátok majd az M Store üzletekben, illetve a weboldalon is. Mit jelent ez, mi a jó hírebben még továbbá? Az, hogy az M Store üzletekben, tehát nem csak a Lurdi házban, hanem a Szeged Árkádban, vagy éppen a Debrecen fórumban is személyesen ki tudjátok majd próbálni a különböző Realme telefonokat, IoT termékeket, úgy mint a légtisztítót, vagy a korábban említett porszívót. Szóval legalább fizikai formában is mindenki láthatja, hogy a Realme milyen termékekkel szolgál, és el tudja dönteni, hogy melyiket választja, illetve a másik, hogy nem csak az M-Store üzletekben, illetve az m-store.hu weboldalon lehet megvásárolni a Realme termékeket, hanem továbbra is fennmarad a realmestores.hu, ahol ugyanúgy be lehet szerezni ezeket a készülékeket. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy több előnye van ennek az új lehetőségnek, hiszen immár nem csak a rengeteg samihoz köthető termék, hanem akár a Realme eszközöket is be lehet mutatni ezen a csatornán. Valójában ezzel tehát nagyobb képet kaptok majd a piacon lévő készülékekről, illetve ahogy mondtam, fizikai formában is meg tudjátok fogjátok nézni ezeket az eszközöket a három nagyváros boltjainak egyikében. Röviden is örönt, tehát erről lesz szó, erről a kivételes helyzetről, innentől kezdve, tehát a Realme-től kezdve az Oklinen át, egészen a yilight a seventy ig a xiaomi -ig, a redmi -ig. mindent megtaláltok majd az m üzetekben, Szegeden, Debrecenben és Budapesten egyaránt. Reméljük, hogy tetszik a döntés, mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy hogyan vélekedtek erről, és hogy mi a véleményetek akár a Realme, akár más Xiaomi-hoz márkáknak a különböző készülékeiről. Köszönöm szépen a figyelmet, az egyik hamarosan következő videóban a Realme 10 is bemutatjuk, ami egy remek készülék 100.000 forint alatt 8GB-nyi alapmemóriával. Találkozunk tehát a következő videóban, hogyha tetszett ez a lépés, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek a különböző közösségi dolakon is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!